egy fiatal, vékony dongájú holland csatár egyenlített akkor, aki aznap először volt válogatott, Cruyffnak hívták. Az eredmény most is megfelelne, 2-2 volt. A magyarok kezdenek, Ilasi mellett Tétári áll, és hátra kerül a születésnaposhoz, a 9-es számú Nagy Antalhoz, majd Varga kapja most már, aki ma 25-ször válogatott. Tétári a labda itt a Vargához. Szabadrugás a magyar csapat javára. Nyilasit vágták el, a hármas számú Pelbos, a 190 cm-es. Rutinos Ajax játékos őrzi Nyilasit. Újabb szabadrugás. Varga kéri a 9 métert, hogy mérjék ki. És kirobban a kapujából Van Breukelen, 2 évig a Nottingham Forest játékosa volt, visszajött. Állítólag Keith Rivers kérésére, a középső védő Spellbos, a legmagasabb, a szurinámi színesbőrű fekete fiú Rijkaard, a balhát, a beállós, és Weinsteckert a csapatkapitány a bal hátvéd. Sallai próbálkozik, Weinsteckert vágja fel a magasba a labdát. Rót csatázik, az ő dolga lesz Van Basten őrzése, aki ezüst cipős volt tavaly, tehát Európa második leggólképesebb játékosa volt. Gyönyörű csellel, nagyon jó volt Kiprich Jóska. Szabadrugás, és ezúttal Kiprich ellen igaz is volt, jogos is volt. Folke tette be a labdát. Rijkaard további, Delbos. Egy szabálytalanság, Garabakér elnézést, Kiprich vágta föl. Rijkaard szabadrugása jön ki, Sallai, Weinsteckert, összefut két magyar, Rót vágja ki a labdát, Kardos futott össze Sallaival, a nagy igyekezetben segíteni akar Kardos, holland bedobás. Tehát nem adják vissza egyelőre. No, végre visszajött a bajszos Van der Heijt, dobta be a labdát. Egy szép terelés, meg kellene utána szerezni, de nem amilyen. És szöglet. Van der Heijt partolt neki a szögletet. 3. perc 0-0, holland szögletrugás. Rót fejelte ki, bedobás. És most már a mieik dobhatják be a labdát. Folke visszaadása volt pontatlan. Nyilasi próbálja tovább csúszni. Kerkhoff vissza Nyilasinak. A csel csak félig sikerült. Rijkaardtól elveszi a labdát Tétári. Eszterházy próbálja megszerezni. Tiloy legalább olyan gyors volt, mint az egyébként ugyancsak gyors Eszterházy. Pelbos az, aki középső védő. Tétári. Szabadrugás, elsodortát. Van időnk, fiúk, nem kell kapkodni. Varga. Mellette Garaba áll, 6-ossal. Őt látják. Nagy Antal indul meg. Hagyják jönni egyelőre. Tétári. Jó volt, gyere befelé, gyere befelé, gyere befelé, még lehet.
Hát ez bizony nagy helyzet lett volna, hogyha nem ilyen szerencsétlen ér a labdához Nagy Antal. Tovább engedi Déna játékot, mindkét fél részéről volt szabálytalanság. Viszont helypet kardot hátulról fölvágja. Déna elég határozottan, bár még egyelőre sárgalap nélkül. Kolke emel be, rövid, Kulit teszi hátra, Reikardé a labda. Kapszába csak Kerkófig kerül, de ez már a miénk, a hetes Kulitnak, aki ma a legnagyobb csillaga a holland labdarúgásnak. Hosszú volt az átadás. Egyelőre nem jön a labdáért senki. Bétári végül, Kardos indul el, Csallaié. Jön felé, kapja is, újra Kardos, nagyon szorosan fognak ember, Détári viszont szabadon veheti át, Varga nem indul el, nem nagyon mer vállalkozni előre törésre, kényszerítő Kiprik remekül fordul az ellenféről, a lövés kevésbé remek, de minden esetre bátran megcsinálta a Cselc, tisztára játszotta magát. Hetedik perc. Első félidő 0-0. Egész a felezővonalig húzódik vissza a magyar csapat. Itt a keresztapló labdát. Meg jó a terelés, el kéne még érni, megvan kifrissózta, jó van. Kérik tőle többen, ő a középre akarja elmenni, hogy Szelbos várta. Haza kell adni, gyerekek. Kardos. Csallaié. Kardos veszi át. Szabályosan választják el a labdától. Jól keresztezett Rós. Vilasié. Csallai kapja. Előreadás hosszúnak tűnik, mindenki elfut a labda elől. Kicsit hideges a kapasz. Kulit indul meg. Détárié. És Détári hátul is tisztáz. Détári igen agilisan, aktívan kezdett. Nem akarom elkiabálni, de eddig igen jó a teljesítménye. Tovább ismét. Reikardt szerelt, és még mindig Reikardt megy föl. Szögletet mutat a partjelző, szögletet mutat a Béna. Ugyanúgy írja a nevét, mint az egykori nagyszerű lengyel válogatott, de Dénának ejti. Fejez, Kiprik emeli ki. Szelbos fejli vissza. Tehát Mánberhez kéne adni. Szabadrugás magyarok ellen. Fordítva is lehetett volna, alá feküdt egy kicsit a holland játékos. Van der Kijp, aki a belga Lokeren együttesében játszik, egyébként a legtöbb Ajax játékos. 2-3-4 Ajax játékos. 3-1-2-meni, két Feyenoord játékos. Van der Kijp lő. Másodszor is lepassza, most kéne bele. Keveset van nagyon nálunk. A labda les, közben Kulit lesen volt, előnyszabály, jó az indítás balra. Nagyon szépen tette oda Nyilasi Eszterházinak. Eszterházi próbál cselezni, szöglet. Szilolyjal szemben, magyar szögletrugás. Tizedik perc első félidő, gól nélküli mérkőzés állásnál. Kulit áll be a labda elé.
Hűha, megint lehetett volna, ha Nyilasi egy kicsit előbb érkezik. Közben őrült, nagyot löktek egy magyar játékosan, kilökték szinte a büntető területről. Kiprich készül a szöglethez. Nem volt nagyon jó, de ismételhet. Harmadik magyar szöglet. Tétári vállalkozik. Közben nem megy, de nem húzódik be. Most már igen. Tétári szöglete jön. Jó, Vargájé Garabától. Varga akár rá is lőhetné. Felbos. Rejkár teszi előre. Nyilasi támadja Rejkárdot. Felbosé ismét. Két hosszú ember, Felbos és Rejkárd közép itt a holland védelemben. Hulit labdája jó. Kambatte játsza vissza Hulitnak. Folke. És Andrus csípi el. A lesz határon volt Van der Kijp, amikor Billy Kerkhoff remek labdával indította. Ez a kirúgás viszont hosszúnak tűnik mindenkinek. Rejkárdot haza. Hulit kapja a kidobrást. Surinami származású Hulit. Kiitté a labda. Másodosztály olasz csapatban játszik Kiit Pisa. Folke. Van der Kijp. Belelépnek ketten is a labdába. Folke visszaszervi. Fenstekers. Szépen emeli ki Garaba, de csak Fili Kerkófig beszorultak a mieink. Lesz. Jelez a partjelző. Álljunk meg. Az is volt. A 13. perc az első félidőben gól nélküli mérkőzés állás. Kardosé a labda. Garabának adhatná, ez nem kell, ez nem kell. Varga. Garabát játékba lehet hozni, hát nem kell ez. Nyilasi kiabál hátra. És Andrus végre ki is rúgja. Felbos. Kicsit éberebben ott áll valaki, ezt a rossz fejet megszerezhette volna. Nagy Antal eddig elég passzív volt. Ú, de jó labdát kapott Van der Kijp. És Kardos megkapja a sárga lapot. Második nagy szabálytalanság, nem is lehetett másként. Kapkod a védelmünk. Az ismétlésen jól látható volt Kardos szabálytalansága Van der Kijppal szemben. Jó néhány bába a labda körül, nem rossz szög. 22-23 méter lehet. Ott van Hulit, Van der Kijp, Folke, Van Basten is. Sőt, Rijkaard is készül. Mire végrehajtották, belelépett egy magyar. Pedig nagyon figyelt a játékvezető, hogy sípszó előtt senki nem mozdulhasson. Sallai. Nagyon jó beadás. Van Basten fejese. A vele együttugró Kardoson egy kicsit erejét is vesztette a labda. Van Basten sem tudott kellőképpen fejelni. Most pedig a miénk dobhatnak.
túl az első negyed órán, 0-0 az állás, le kéne higgadni kicsit Nagy Antal. Jó a labda még mindig, Kipri. Nyilasi, jó a labda még. Még mindig Kipri bemehetne érte, megállt. De ez meg a miénk. Varga nyugodtan. Sallai indul a jobb oldalon. Kiprissel. Ó, nem. Ez az idegesség. Nem baj, Sallai. Nyugalom. Nehéz embert is kapott. A labda megint nem akar visszajönni valami. Lukba esett be, most végre kihozta, Folke mászott érte, Rijkaardé. Delbos, most ő van a jobb oldalon, Kulit, Cselez hátra egészen, egy jó keresztlabda Folkénak, de milyen jó. Ő pedig hosszan szökteti magát, Sallai szerelése nyomán Folke dobhat. Van Basten, Nagy Antal, puff, föllöki Van der Heijt. Garaba. Sallai indult volna, de rossz volt az átadás, ezzel Van der Heijt megy el, Nagy Antal jön ki rá. Ketten együtt szépen, Garaba és Nagy Antal szépen szereltek. Ezzel kevesebb a remény. Mehet Eszterházy, hát ha meg lehet szerezni, nem? Nagyon gyors volt Folke is. Minden esetre lecsaptak a miénk a labdára. Egy tekintetben eddig legalábbis nem látom, hogy bevált volna, vagy megtörtént volna az, amire számított a magyar csapat és a főként a magyar csapat vezetése, hogy a hollandok majd eszelősen támadnak, meglehetősen higgadtan adogatva támadnak, kétségtelen támadnak, de nem olyan sokkal többet, mint a miénk. Hulit Rijkaard mellette, a másik szurinami. Kulit ugyancsak félig az, bár az ő hosszú haja sejtetné inkább. Szép szerelés, és már mehet az ellentámadás. Gyerünk, Détári, ügyesen. Nem kell elrúgni a labdát vaktában. Jó volt a visszaadás. Nyilasi higgadsága révén, és most lehet menni Eszterházy. Ez nem jó. Töglet. Még majdnem így lett jó, hogy a visszafutó Weinsteckert kirúgta. Eszterházy akár meddig mehetett volna a labdával. Ilyenkor kéne Nyilasi nyugalma. De hát ez sok év rutinja is kell. Nem nagyon jó szögletús, az a mélyen jött be. Rijkaard kidobásával. Rijkaard megy. Kív. Nagy csellel csapta be Sallait. Majd rosszul adja be. Ez is hiba volt. Gyere Sallai! Ez az. Nem kell bántani, gyerekek. Puff, egy kiütéses győzelem. Szabályosan leütötte Sallait. Hát bizony Kív nem nagyon kiméli az ellenfelet. Nem igazi balszélső különben, a szőke holland fiú. Egyszer ököllel, egyszer lábbal alaposan helyben hagyta Sallait. Détári, nyugalom fiúk, nyugalom, Eszterházy nem pontos az átadás. Folke fordul. Megint becsapta Sallait ki. Kulit. Átselezi magát keresztbe az egész magyar védelmen. Folke, újra Hulit, Sallai fordul vele. Kinn a labda, már kinn volt egyszer a labda. Szögletet mutat a játékvezető, a partjelző se figyelt eléggé. Ha megismétlik, jól lehet látni, hogy kivezette a sárga mezes. Egyébként fantasztikusan gyorsul.
Mikulic. Gól! Itt megelőzte az összes magyar védőt, berobbant, és megszerezte a vezetőt. Elébük lép, hárman is mennek vele. Willem Kief megszerezte a vezetést a 21. percben. Egy nulla Hollandia javára. Varga. Reinszekez, Rijkaard adagat a gól után. Sallai oldalán sajnos sorozatosan fölvonultak a hollandok, majdnem minden támadásuk jó volt. Egyelőre nem bír ellenfelével Sallai, és hol Kief, hol van der Heijt megy oda. Kipris. Újra tovább jut a labda Sallain. Falke. Jól is adja be. Kulit jön. Rijkaard. Most nagyon előre lendültek a hollandok. Felbos. Varga teszi le. Garaba. Nagy. És már vége is az akciónak. Van der Heijt, Rijkaard, Lesz, Kulit volt Lessen. Garaba. Nyilasi. Fölvágják. Nyilasi többet kéne játékba hozni, eddig csak szabálytalansággal tudták elvenni tőle a labdát. Jó 35 méterre a kaputól. Három perc telt el a játékidő első feléből, két góljával 1-0 Hollandia javára. Varga a labda mögött, alig hanem ő rúgja. Kipszerelt, Rótig jut a labda hátra. Varga. Nyilasival. Eszterházi küldi be, túl mély. Megint. Holke. Kief nagyon él. Állandóan változtatja is a helyét a szőke csatár. Tekert. Van der Heijt. Béna feltartást ítél, holott. Nem annak tűnt, őszintén szólva. Menjtekert nem ment a labdáért, Détári. Nyilasi engedi át nagyon jól Kardosnak. Nyilasi kapja.
Eszterházié, most kéne jól visszaemelni. Még mindig ott a lehetőség, Kipris, lőd már rá! Gól! Gól! Hát ez az, Détári, 1-1. Több lehetőség is volt. Itt egyszer ott csúszott, a kardos csúszott el. Kipris, higgadtam, vissza, Détári, be a sarokba, 1-1, gyönyörű volt. 26. perc, 1-1. Nagyon fontos gól, de nagyon fontos gól. Jó is volt a beadás. Rót csúszott el, Rót, aztán Kipris visszahúzza, és így pattanod a Détárihoz. Varga szabálytalankodott, holland szabadrugás. Szallai sodorja el kézzel a labdát, szabadrugás a hollandok javára. Folke, ez is 40 méterre a kaputól, pont úgy, mint Varga imént itt cselesen végrehajtott szabadrugásánál. Nagyon készül, Déna hátrább rendeli a sorfalat. Végül is van der Heip lövi rá. Keményen suvasztotta meg, váratlanul. Sallai indul el. Détári kapja. Sallaié újra. Nagy Antal, nagyon keveset mozgott Nagy Antal. Nem volt kín, ez se volt. Én nem értem, vagy én annyira zurkolnék tán. Itt alattam van, pontosan láttam. Folke várja a bedobásra a labdát, 25 éves az Eindhoven játékosa. Ő az, akiről azt mondja, hogy a kapitány kedvence, pedig egyébként a válogatottban még soha nem sikerült jól játszani a 9. válogatott, 10. válogatottsággal mai Rijkaard jó labdát adott. Sallai nem elvágni, úgy van Nagy Anti, még csak keresi a helyét ma Nagy Antal, Kipris. Nagy Nyilasi kapja. Segít neki Détári. Nem Détári volt, bocsánat, Garaba. Rót, a sok szőke. Most Détárit szerelik a hollandok nagyon keményen. Andrus, miért kell ennyire kijönni? Van ott védő, aki intézkedjen, Sallaié a labda. Magyar bedobás. Magyar kispadról mutatnak valamit, egyelőre azonban. Garabát kell ápolni, bizony, így áll. Garaba megsérül. Csongrádi készül a helyére. Hátra megy bemelegíteni. Sántikál Garaba, a játékvezető nem engedte a cserét. Kiprihet vágják föl. Benyszeker. Egyszerre két sérül sok volna a jóból. Garaba sántikál, próbál ugyan lazítani, melegítgetott. Kippel próbál, Csongrádi visszavette a melegítőjét, de melegít, közben Détári küldi be a labdát, nem jól, sajnos Sallai kerül. Ez lehet jó, nem volt les, ha most hol volt les? Ha meg tudnám mutatni a partjelző, hogy hol volt les, közben a kispaddal vitatkozik, Tajti megy oda és szól a játékosoknak, Szokolainak, hogy ne beszéljen, Szokolai szólt rá a partjelzőre. Andrusnak kéne jönni. Jó, így jó. Nyilasi körülnéz jól, és előre vágja a labdát Eszterházi felé. Eszterháznak Varga jött segíteni. Kipris.
belefejeltek, de még lehet menni, talán. Van Brajkelen csípi el, és rögtön Folkét indítja. Rijkaard rúgja fel a magasba a labdát. Nagy Antal fejjel. Újra Nagy Antal fejjeli el. Roth. Nyugodtan, fiúk, nyugodtan, ez az. Ha lehiggad a csapat, akkor fog ez menni. Akkor már a gépezet zavartalanabbul működhet. Ismét Kift zavarja meg a védelmet, kardos fejjel, kicsit röviden, kész! Úgy van, le is fújja a játékvezető. Harminc egy perce folyik a játék, egy-egy az állás. Lehet menni, Kiprich, próbálkozzál, Weinsteckhez hazafejeli. Folke. Ügyesen teszi Heiphez, Van der Heip szökik ki. Még egyszer, gólhelyzet, Andrus szöglet. Abszolút gólhelyzetbe hozta magát Van der Heip. Három magyart is kicselezett. Hát itt bizony Andrus mentette meg a góltól a csapatot. Még egy már, ez a cselis jó, kilép előle kardos, és Andrus a legjobb ütemben. Van Basten. Folke. Ez lesz. Van Basten megfogja még. Hát az fantasztikus játékvezetés. Bedobás. Talán még jobban jártunk volna a Dénának, a lumbágója kiújul. Bár hát a partjelzés sorra elengedik a leseket. Vagy lesítenek, amikor nem volt az. Rijkaard. Nagy Antal csúszik be, a játékvezető lefújta. Szabadrugást ítél a hollandok javára. Harminchárom perc telt el az első félidőből, egy-egy az állás. Varga, Roth, Nagy Antal. Mindenki ott van hátul, Van Basten Sallai próbálja tartani szinte kézzel. Hejp! Szöglet. Folke. Andrus szépen. Szöglet újra. Minden szöglet, minden beivett labda veszélyes. Hiába vannak 180-on felüli magyar védőkben, valahogy a fejeléseknél, a magas labda jön be, kissé gyámoltalanabbak. Varga fejelte ki egyébként most a partvonalon túlra, igaz, nem volt magas a labda. Belbos. Willy Kerkhoff van leghátul a holland csapatban. Kulit. Még mindig az övé. Jó volt Varga, jó volt, ha ki kéne lépni. Ez az. Détári megszerzi. Détári jó, nagyon jó. Folke, a legjobb holland. Nagy tapsot is kap. Lesz! Na. Még azt hiányzott volna, hogy ezt is elengedjék. Tíz perc van még hátra az első félidőből. Egy-egy az állás. Varga hozhatja fel a labdát. Nyilas jön vele hátra. Szabadrugás. Visszakérje a játékvezető a labdát.
ügyesen, fizikusan tovább mentek a mieink, vagy hagyja, akkor úgy is jó, vagy visszakéri, azzal az idő megy. Ilacsi felemeli, nem nagyon jól, bizony nem. Most kardot kellett volna észrevennie. Rijkaard küldi belőre, Kerkhoff balra, Folkénak. Folke egyből tovább. Szép akció, Weinsteckhez megy. Roth zavarta, nem meri odaadni Andrusnak. Szöglet. A játékvezető azonban kirúgást ítél. Pedig Roth hozzáér. Na, egyszer a javunkra tévedett. Az se baj. Állj, nem elrúgni gyorsan. Ez az Bétári. Varga kapja. Eszterházi nem indul. Varga nem néz föl. Eszterházi tudnélik nem volt a megszokott helyén. Belbos. Rijkaard. Willy Kerkhoffig jön hátra a labda, ő a legidősebb a holland csapatban, a maga 33 évével. Közben kim volt ott, tehát ez a visszafejelt labda már az oldalvonalon kívül volt. Így kapja Nagy Antal. Varga. Magyar csapat javára bedobás. Kulit kezében a labda, ő dob nagyot Rijkaardhoz. Bal oldalon alakul. Megint az akció, Kiprit veszi el a labdát. Nem, Eszterházi jött át erre az oldalra. Eszterházi megy vele föl. Jó is néz ki a beadás. Nyilasi kint van, és nem tudta megrúgni a labdát. Nem tudta megrúgni. Fölsegítőt Weinsteckert. Gólhelyzet volt Nyilasi előtt. De jó támadás volt pedig. Geres Alai, ez az. Rijkaard. Ez az jól van, Détári milyen jól játszik. Kiprich nem indult rá, magyar bedobás, zavarba hozható ez a holland védelem, zavarba hozható. Csongrádi váltig melegít az oldalvonal mentén. 1-1 és 6-7 perc lett átra fél időtől. Tári, így is jó még, Nagy Antal, nem lesz jó, Sallai is mellé lép, tértette a lábát. Sallai is annyi kicsit bátortalanabb. Menstekerszezi tovább, Folke, Kieft, most nem sikerült a csel, és szabálytalankodik Détárival szemben. Magyar szabadrugás. Nem kell kapkodni Roth, ráérünk, most aztán igazán ráérünk. Kardos indul el, még mindig ő, buktatják, még mindig ő. Nem jut lövéshez, Nyilasi nem tud belépni oda, nem is volt igazán jó az átadás, valljuk meg. Gyors indítás, gyere Andrus, tied lehet. Úgy Varga. Meg kell támadni. Próbált egy Eszterházi, csak kicsit késő rajtolt rá. Rijkaard teszi balra, Weinsteckerzé. Rijkaard újra. Nyilasi. Kerkhoff. Ez lehet jó, Eszterházi Varga oldalán, Détári kapja, mehet Détári, Varga vissza, csak nincs elő senki, nincs elő senki, nincs kinek beadni, szöglet így jó.
még Felbos segített is, nem lett volna senki belül. Kulit állott pár méterre a labdától. Kipris, gyere, fogd még meg! Megvan az, ez az. Sallai jön, segít. Jó is a visszaadás! Sallai most nagyon jól oldotta meg, a kidobott labdára viszont elérje még. Elérte Folke. Sőt, túl is ment Sallai. Rót csúszkál. Nézi is a cipőjét, de sikerült szerelnie. Szabadrugás ítél Déna, ezt mutatta Rót közben. 5 perc van hátra az első félidőből. Gilasié a labda. Tovább mutatja Déna, az első esése Gilasinak, amiért nem jár szabadrugás. Felbos, Rijkaard a labda útja, Hulit teljesen tisztán van jobb oldalon egy holland, már nem. Folke indít, Roth nagyon jól higgadtan, Kipricsé a labda, 3 magyar, 5 holland ellen. Kipris keverget. Felbos szerel, Folke keresztbe vágja. Levenni Eszterházi, nem kell kapkodni, nagy Antalnak nem megy úgy, ahogy szokott. Kerkó, Kulit. Szabadrugás a hollandok javára. Kulit vissza. Nem már lesz volt, érezte Kieft is. Itt van Kieft, a legveszélyesebb csatár, érdekes módon a nagy reménység Van Basten jóformán alig-alig ér labdához. Nagy Antal, Gilasig jut a labda. Kipris, Nyilasi újra, Kipris rosszul adta vissza. Sallai borzasztóan indisponált időnként. Most is az volt a helyzet, hogy túlságosan belerontott az ellenfélben. Több nyugalom. Détári, ez ügyes. Nyilasi vissza, Détári tisztán mehet bal oldalon. Keresztlabda, jó! Rót, de szépen tette középre, hát ha még rá is lövi, talán még hasznosabban jár, óriási lendülettel futott föl, remek elgondolás volt. Hát kérem szépen, egy bizonyos, hogy teljesen egyenrangú magyar csapat, több gólhelyzettel, mint a holland. Most már nyugodtan mondhatom, hiszen a félidőből 2 perc van hátra. Détári a csapat legjobbja, küldi be a szögletet, puhán ajándékba Frank Reukelennek. Igaz, azt nem nagy igyekezettel mentek be a magyar csatárok sem a labdáért, hogy felugorjanak. Siloy, Felbos. Eszterházi csúszott be, most ő van itt a jobb oldalon. Folke. Fenszeker, Folke. Nagyon kever. Détárié. Nyilasi. Elegánsan, de hát hiába elegánsan. Tója ez Felbos mellett, ha... Magyar bedobás. Jó van, fiúk, gyerünk, az ellenfél is ideget, sőt.
Széna ismét tovább engedi, nyilat csinál a lökés. Amit Mezei György tegnap a televízióban a beszélgetés során megígért, az akarat, a lelkesedés, a küzdeni tudás, ez ellen egy szó kifogásunk nem lehet természetesen, meggyőződhettek róla önök is az első félidőben. És ha játékban adódnak is hibák, az biztos, hogy az elsősorban az idegesség rovására irandók. Falkét állítja meg szerencsénkre a játékvezető. Talán a legjobb holland Kiet és ő. Andrus. Nyilasi Lukat. Rugott Lukat. Kulité a labda. Szép volt Rót. Magyar bedobás. Ajándékba visszakaptuk. Most már nem kéne elveszteni. Sajnos nem volt jó, megint felbocs szerelt. Sallai most jól előzött meg. Magyar bedobás. Csongrádi. Nyilasi kapja, ügyesen is fordul le. Szép szerelés volt, halljuk meg, Kulité méghozzá úgy szerelte Stelbos, hogy jó helyre zsatta a labdát. Kívtak, holland gólszerző. Rijkaard. Falke bal oldalon. Nagy Antal. Neki kéne följavulnia. Az első fél időben nem ment úgy igazán neki a játék. Van der Heijp. Ez már a miénk. Ez az. Csak vissza kellett volna jönni a labdáért. Rijkaard emeli föl. Magyar bedobás. Torványosan fütyül a holland közönség. Nincsenek elragadtatva csapatuktól. Nagyon sok hibával játszanak a hollandok is. Ami hát nem a nagy baj. Kerkó hibázott most például, segít. Rijkaard, Stelbos küldi balra jó helyre a labdát. Falke. Van der Heijp indul el. Szabadrugás a hollandok javára. Kerkó fel is végzi. Falke emel be. Andrus, gyönyörű volt, kifejelte kapura. És Andrus úszott fel a felső lét magasságába érte. Töblet. Eszterházi jön érte vissza. A játékvezető tovább engedte ezt is. Új, de veszedelmes, hova adtad, Kardos? Felbocs fölrúgja a magasba a labdát, kirohantak a védők. Felbocsnak nem volt más választása, magának kellett megoldania a helyzetet. Szokolai és Bodonyi melegít. Kulité a labda. Holland bedobás, Varga becsúszása sikerült. Kerkó. Kulit.
három magyar körülötte. Szilai kapja, Rijkaardi kerül vissza. Van der Heijp, Csongrádi gyilkolja, szabadrugás a hollandok javára. Rijkaard már el is végezte. Kerkhoff emel be. Van der Heijp jobb lábas lövését védte, nagyon éles szögből lőtte rá. Iszonyatos gyorsan robbant ki a védők közül. Ibrich, Rijkaard mellette. Megpróbálja meghúzni, Weinsteckert mellett nem ment. Kulit. 5 perce folyik a játék a második fél időben. Lesz. Ketten is lesen. Közép is Van Basten és maga Kiebs is. Csongrádi kapja. Varga. Partjelző nem foglal állást. Déna a hollandok javára ítéli a bedobást. Szilaj. Kerkhoff. Rijkaard. Kiebs lopja el a labdát. Ilyen nem sikerült. Folke visszaszerezte. Fantasztikus, jól fedezik testtel a labdát. Nagyon nehéz elvenni. Rijkaard teszi vissza. Rótról kerül szögletre. Andrus. Eszterházi jött hátra labdáért. Helyén Nyilasi, Csongrádi kapja. Partjelző lesz jelzett, egyébként lesz is volt, közben Rijkaard megy tovább. Jól küldi középre Hulitnak. Lesen voltak a hollandok, nem baj, lepattan a labda, lehet fordítani. Kiebs, jó csel, indulj meg és végig vele. Jó az átadás, Felbos. Azt hittem átmegy, megkerüli, tehát 190 centi. Azt hittem átmegy fölötte a labda. Alig, ha nem Nyilasi is azt hitte. Van Basten emeli át. Jó van, Kardos, ez a nyugalom. Erre lesz szükség, csak nem túlzottan. Détár jön labdáért. Szépen megy az adogatás, Varga is megindult, ügyes volt, jó. Détári csatlakozik, mellette Csongrádi, mutatja neki Nyilasi. Eszterházi lesem. Rijkaard labdája, Kerkhoff révén jut el bal oldalra. Weinsteckertig, aztán újra Kerkhoff, Felbos, Rijkaard, sokat megy előre, Folke, Cselez, jó közbelépés, holland bedobás. 8 perc telt el a második fél időből, 1-1 az állás. Felbos. Gulit másodszorra, Varga kissé könnyelműen rúgta el, Rijkaard indul hátra, Kerkhoffé a labda, Weinsteckert, Kiebs, már el is vették tőle, Nyilasi,
Nem lesz, benn van a négyes, Szilaj belül. Kiprich, nem sikerül. Nem mennek most úgy a cselek, mint az osztrákok ellen. Falke jön. Rijkaard, a hollandok kis cseréhez készülnek, ketten találtak a kis padról. Magyar bedobás. Falke 10 perccel tel a második félidőből. Csongrádi. Eszterházi üresen! Gól! Teljesen üresen kapta a labdát! Mindenki odarohal, a cserék is, csak Bajala Eszter, 2-1. Gyönyörű átadás volt. Csongrádi, csodálatos labda, teljesen tisztán, és egy elegáns pöccintéhez, ugyanoda, ahova Détári rúgta. 2-1 Magyarország javára. Na most aztán, fiúk, de sokat kell kihúzni, 11. perc. Sanderheit. Détári szerel. Kiprich, Sallai. A játékvető szeme láttán vágta föl ki. Szabadrugás a magyar csapat javára. Csongrádi küldi, Nyilasi felé. Felbos fejjel Varga indul meg. Bedobás a magyarok javára. Nyilasi megkerül a játékvezetőt is, Eszterházi hátra, ügyesen, Détári így jut a labda. Varga. Détári ismét, csak ne túl nyugodtan, fiúk, nagy anti, fordítani kéne. Détári, ez már nem. Kerkhoff meglódul. Sanderheit. Kardos gyorsan felsegíti, nehogy piros legyen, mert már sárga volt. Holland szabadrugás. 2-1-es magyar vezetésnél. Második félidő 13. perce. Folke áll a labda mögött. Indul Szilo is. Vele ment Eszterházi. Jó a fejes. Gyerünk Kipri, Sallai indul el, mehet Csongrádinak a labda, úgy van, pontosan, jól kitámadtak a hollandok. Csongrádi kicsit hosszan tette maga elé. Kipri nem mert kilépni. Belbos. Nem tetszik a közönségnek, hogy visszafele viszi a labdát. Folke. Szilaj, Kulit, mögé kerül kicsit a labda, Rijkaard, Weinsteker zível be, Rijkaard veszi le, Kulit, Détári, Kív majdnem belerugott Andrusba. Szerencsére nincs baj. Játékvető szabadrugást ítélt. Magyar bedobás.
Eszterházy fordul le ellenfeléről, Szilaj azonban belép elé, Sam Brajkelen, Weinsteckert kapja, Kiprich. Egyelőre nem nagy meggyőződéssel támadja ki. Vissza, Rijkaardé a labda. Egy hatalmas lövés. 50 méterről lőtte rá. 22 éves ez a fiú. 11-szer válogatott ma. Ajax játékos. Frank Rijkaard. Felbos lefejelte Nyilasit. Egy nagy indítás Hulitnak. Ketten vannak körülötte. Jó a hátradás, megint Rijkaardot kereste. Lesz! És Andrus kijön. Sander Kajt megrúgta Andrus. Beengedik az orvos. Közben a magyar csapatnál cserét mutatnak be. Nagy Antal helyére Szokolai jön majd be. De nem, ez holland csere lesz. Igen, mert a holland 13-as készülődik azért. Ott van ugyan Szokolai, de még melegítőben Bodogyi is, Péter is. Már cseréltek is. Van Basten lejött, és helyére Hultman, Péter Hultman jött be. Ő viszont 83-ban volt ezüstcipős. A tavalyi ezüstcipős helyett a tavaly előtti. Péter Hultman hatalmas termetű, rendkívül erőszakos, bár nem túl gyors, életveszélyesen fejelő csatár. Péter Hultman. Hol itt? El is Mendétári mellett, játszva elment, nagyszerűen cselez. Rijkaard kapja tőle. Rót lép ki a védők közül a labdára, és mehet vele, ha le tudja kezelni, nem tudta. Pedig Nyilasi jól visszajátszott a Kieft. Kieft. Hultman. Nagyon talál mellé egyébként. Kieftet fejelik le most a mieink. Csongrádi, nem kell kapkodni, ez az. Nyugodtan lehet visszafelé is. Sander Hey, práncigálja Vargát ide-oda. Falke lőtte rá egyből, dühösen, jó két méterrel mellé. 18 percet folyik a játék a második félidőben, 2-1-re vezet Magyarország. Détári csúsztatja meg, Kerkófé a labda, Kulit. Újra, és megint Hulit, vigyázzunk, Détári jön oda mellé. Szilaj tört előre, inkább csak lopakodott, Sander Helyp megy be. Szöglet. Nem, kirúgás, úgy látszik, hollandon változtatott irány, mert Déna kinéz a partjelzőre, az is kifele mutat, akkor nem magyaron, csak láttam, hogy irányt változtatott a lövés. Marad a 2-1. Eszterházy megindul. Szép volt Varga, de szépen lépett közbe. Hulit. Csongrádiba lövi, le lehet venni. Így is nagyon jó, tovább emelte Détárinak. Détári indítja,
nem jól sajnos, nem jól Eszterházy, kicsit erősebb labda kellett volna. Varga, vedledétár nyugodtan, nem kölem. Magyar bedobál, Szilaj előzi meg Eszterházyt. Varga nézi, kinek dobhatná, Nyilasi. Csongrádié. Rót, jobbra tett. Kiprik a labda mellé ugrott a nagy izgalomban, igyekezetben. Rijkaard, Falke. Agyantal előzi meg, Kisztet. Kerkófé a labda. Még a miénk lehet, Nyilasi nem ér oda sajnos időben, Kiprik neki szánta, elé tette le. Kerkóf újra. Belbos. Csongrádi, nagyon jól. Varga. Kimban sajnos, a csel jó volt, a gyorsaság nem volt elég, hogy elérje utána a labdát. Holland bedobás. Hulit kezében. Van der Heijt. Nyilasi majdnem elvitte. Szilaj. Szelbos. Szilaj. Hulit. Kerkóf. Détári csak a magasba fölrugni tudja, Rijkaard. Egymást keresi a két színes bőrű fiú szakadatlan. Szabadrugás, Varga gáncsolt el Kulitot. 22. perc, második félidő, 2-1 Magyarország javára. Újabb holland csere, 14-es, 6-os, az elfáradt Falke helyett. Erwin Koeman, a két Koeman egyike. Mégpedig az idősebbik, a Groningen ballábas középpályása jön be. Van der Heijt a labda mögött, ő emeli be. És Kulit fejéről megy ki. Eléri Eszterházy, el. Tovább emelte csak saját magának, ült helyére. Rót fejeli le a labdát, gyere érte Kiprich! Bátrabban egy kicsit, Rijkaard. Kerkóf. Benszekez cselez, Nyilasi elrúgja előle. Houtman szerelik a mieink. Aztán újra. Felbos és Nyilasi. Így-így idegesíteni, megzavarni, rátámadni, visszaszerezni a labdát. Pontosan erről van szó. Magyar bedobás. Újabb magyar bedobás. Elég könnyen elválasztották a labdától, Kiepté, meg mindig ő.
és róla ment ki a labda, visszapattant a magyar védőről, pontosabban Kardosról, kirúgás. Hulit fejel, Rijkaard tovább, és Vargáról kerül ki. Van der Heijp, Hulit, Détáriról. Rijkaard, és már állandóan elől van. Tovább. Hulit, átra. Jó keresztlabda Weinsteckertnek, az újonnan beállt Koeman. Rijkaard emel, les, Hulit lesen. Bizony. Kardos. Cédula, sárga lap. Kardos után Varga is sárga lapot kapott. Volt egy kis túlzás is Hulit mozdulatában, de a szabálytalanság valóban szabálytalanság volt. De nincs mit vitatkozni. 27 perc telt el a második félidőből. 2-1-re vezetnek a mieink. Kardos hatalmas rugással vágja ki hátul egyedül Kerkhoff és Kapusa természetesen. Nyilasi, na most gyerünk fiúk, valamit próbáljunk meg. Sallai indított, Kipri felé szállt, Belbocs fejeli le. Középpályásaink lemaradtak kicsit hátul, Détári kevesebbet bír már. Nem tud csatlakozni az akciókhoz, Nagy Antal pedig egyáltalán a védő munkával van elfoglalva, pláne miatt a Houtman beállt, állandóan mellette van, de ez érthető, és Rijkaard elvédi, Kardos kilép, Rijkaard még támadja, Eszterházy, bátran Eszterházy, ez a jó csel, Nyilasi mögé kerül ugyan a labda, és azonnal belép, Felbos, Rót, hopp, kívt, fantasztikus durva játékos, helyezen kíméletlen. Magyar szabadrúgás. Détári megy hátra a labda mögé. Ő is, Kardos is indul rá, végül Kardos. Jó 10 méterrel mellé. Hulit. 28 perce megy a játék a második félidőben. 2-1-re vezetünk, Szilaj cselez. Hulit, és már a mieinké. Nyilasi fordít. Ha bírnák erővel fölzárkózni, Nyilasi vezeti rá az ellenfélre. Sajnos eltalálta Kipriket. Eszterházynak szánta, Kipriket találta melbe. Eszterházy jön vissza. Hulit. Van der Heijp fordul, jó a közbelépés, Rijkaard, az újonnan beállt Koeman, szépen lépett oda Nyilasi, ne várjatok egymásra fiúk, el kell rúgni a labdát, Houtman és Sallai, holland bedobás, a legkisebb és a legnagyobb csatájából.
Détári fejel kicsit röviden, Rijkaardnak fejli le Hulit a labdát. Van der Heijp. Mindenki hátul van a magyar csapatból. Pöztin Dürindis! Lesz sajnos egy von, egy másodperc tört részével későn indított. Lesz volt. De nem sokon múlott, ha előbb indít. Détári. Nagyon jó, nagyon jó. Ez már nem olyan nagyon jó. Az nagyon jó volt, hogy nyugodtan megállt, nem vágta el a labdát. 15 perc van hátra. 15 perc és Magyarország 2-1 arányban vezet. Rijkaard emeli föl. Hulit. Hulit mindent eljátszik. Most aztán nem bántották. Szabad rugázni tél a játékvezető. Van der Heijp küldi be. Kíp fejel újra lefejelik. Ne engedjétek lőni. A bíró akadályozta. Van der Heijp. Bravo. Hát ez visszajátszák. Összefutott a bíróval az egyik visszatérő magyar játékos. Nem tudom, hogy nem már sajnos ezután volt, ez előtt volt az eset. Na mindegy, megúsztuk, ez a lényeg. Nem tudom miért, most már harmadszor, negyedszer rúgja Kardos az oldalvonalon kívülre a labdát, illetve az oldalvonal felé. Oldal van kívülre csak másodszor. Kerkhoff küldi előre. Rót fejeli le Kardosnak. Nem lehet. Másodszorra sikerül javítani. Szilaj kezében. Hulit. Csongrádi próbálta megelőzni. Szilaj. Spellbocs. Weinsteker. Koeman. Varga a vonalról rúgta ki, szögletre, nem baj, mindig jobb. Újra megjön a hangjuk a hollandoknak, Szilaj rohant föl, Van der Heijp, lesz, úgy van, hát a visszaadott labda lesz volt. Bizony, bizony, bedobásnál nincs csak lesz. Csúsztat, Eszterházi, Kipri sem éri el. Szilaj. Most már esnek sorra, mert bevált Van der Heijp. Szöglet. Minden magyar kifele mutat, a játékvezető szögletet mutat. Közönségnek is megjött a hangja újra. Spellbocs fejel. És Andrus! Mekkorát védett! Rijkaard teljesen szabadon, nem is tudom, nem volt eles. Honnan túlta ki Andrus a labdát? Hát ez bizony igencsak lesz gyanús volt, és Andrus ezt is kivédte. Csongrádi fejeli ki. Koeman. Már lesz folyt a játékvezető, Nyilasi hiába megy át, előnyszabály nem létezik, szabadrugás a magyar csapat javára.
11 perc van még hátra, 2-1-re vezetünk. Szalain nem jár. Jó van, mehet tovább. Jók a cselek, Kiprich. Még a lövés sem volt rossz. Kulit jön fel. Eszterházy próbálja megszerezni. Holland bedobás. Kerkó fél labda. Kulit. Varga. Nem ki. Jó lett, jól. Ej, nem tudta Détári odarúgni. Nem, második fél ideje már nem olyan jó. De hát nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy 2-1-re vezetünk. 9 perc van hátra, és fantasztikusan küzdenek. 3-4 ember is ott van, ahol a labda, ha kell. Kiprich próbálta megszerezni, nem tudta Rijkaardé. Mennyszeker zemel előre. Kardos kétszer ugrik, Rót vágja ki a labdát. Újabb holland bedobás. Szilaj teszi le. Felbosé, emelik előre, angol módra, érzik, hogy fejjel megy a dolog, közben lökött ki, már kiüti, igen, mutatja Rót, már a fogát kiüti. Aztán elnézést is kért ki. Nyilasi fejjel, most Kiprich nincs a helyén, eléri-e vajon? El. Sallai. Nyilasi, Sallai újra. Kiprich. Jó labda lehet. Még mindig a milyen, Kiprich. Még mindig az övé! Tétári, lőj! Lőj! Hú, mekkora gólhelyzet volt. És milyen jól fordult pedig be. Fuh, hát már nem lett volna semmi gondunk többé. Varga. Détári. Vargát főrúgják. Détári. Fuh, mekkorát kapott a játékvető szemelátszán Nyilasi. Nagy Antal emel, de hova nem lesz jó. Nyolc perc a hátra lévő játékidő, Rijkaard. Kerkó. Kulit. Kerkó emeli előre. Rijkaard, lesz. Csak most ne tartsra, Kardos. Eszterházynak szánja. Kulit fejel. Varga előzi meg. Kulit indul meg. Varga fejese nyomán. Azt hitte, hogy berúghatja. De ívelheti, mert Andris a másik oldalra mozdult. Hét perc van hátra. Megint oldalvonalon túra, nem kéne. Szilaj dob. Kerkhoff. Koeman. Rijkaard. Kinn a labda. Szöglet. Újabb holland remények a közönség.
Ered ki Prisz. Már visszakanalazták előle, és már jön újra befelé a labda, Hulét. Rengeteget van játékban, nagy hiba százalékkal ugyan, de mindent elvállal, mindenütt ott van. Bő 5 perc a hátralévő játékidő, 2-1 Magyarország javára. Ilacsi fejelhet, Kiprich indul. Jócsel, Jócsel, jó beadás, Eszterházy, 11-es! Kiprich remek csel után indította Eszterházyt. Nézzük a helyzetet, nem lehet vitás, ezen aztán nincs mit vitatkozni. Egy rossz becsúszás, ahányszor mutatják, annyiszor az. Tessék! Csak be kell lőni, gyerekek, belőni. 4 perc van hátra, utána már nem lehet baj, Varga áll a labda mögött. Hova rúgta? Atya úristen, ilyet még nem láttam. Hát egyszerűen nem, ez elképesztő. Hát most aztán, hogy milyen 5 perc, 4-5 percünk lesz. Szabadrúgás ellenünk. A játékvető hosszabbít. Na hát, Varga Jóska, hogy lehetett ez? Hogy? Szabadrugást ítél a játékvezető, Kív kapus támadásért, Vargát vigasztalják a többiek. És ez így is van rendjén. Szegény fiú, szörnyű lehet, szörnyű. 25. válogatottsága. Megint az oldalvonalon kívülre megy a labda majdnem. Hulit fejel bele, Varga rúgja ki. Van der Heijp dob. Felbozsik kerül hátra. Valahogy kikanalazzák, Rijkaard újra vissza. Kim volt már, magyar bedobás. Rendes játékidőből 3 perc van hátra. Csongrádi tolja, megfejjel a labdát, de az már újra kim van. Kiprich rúgja ki. Ismét kinn a labda. Újabb bedobás, Kiprich lenne a földön. Hollandok kihúzzák Kiprichet, ki akarják húzni. Nagyon tarúgja fel a magasba a labdát, és a hollandok is felemelik. Sallai nyújtja ki. Kiprich hátára passzol, még szerencséje sincs szegénynek.
Vitári emel tovább. Nem kell elrúgni gyerekek vaktába azért. Szöglet. Egy perc a rendes játékidőből. Cserét mutatnak a magyarok. Nem engedi be Bodonyit. Fölé ment, fölé. Kijött Andrusra, Rijkaard fejéről pattan fölé. Egy perc van hátra most már a hosszabbítással együtt is. Cserél a magyar csapat. Bodonyi jelentkezik. Dejna nem akarja beengedni. Nem. Most beengedi. Kipris helyett Bodonyi. Kuman teszi hátra. Lesz. Fönn a magasba a játékvezető zászlaja. És vége a mérkőzésnek. Magyarország kihagyott 11-essel. Együtt is megnyerte 2-1 arányban. Na hát ez azt hiszem minden várakozás fölülmúló volt. Drámai fordulatok. De végül is az az érzésem, hogy ez a csapat fantasztikus erőkifejtéssel. Ha nem is játszott ez a holland csapat valami, nem tudom milyen nagyszerűen, talán kicsit túl bonyolultan is helyenként, de ma este óriási lelkesedéssel, nagyszerű csatában Magyarország győzött 2-1 arányban, és így 4 ponttal 5-2-es gólkülönbséggel a világbajnoki selejtező csoport.